Én értek a kocsikhoz. Sanyi! Helyettesítőkre egyre nagyobb szükség van ezekben az időkben, hiszen megnézném, ahogy egy gazdaságot valaki home office-ból irányít, bárha online vezérelve lehetne kiszedni a tehenek alól a, hát, trágyát, abból valaki nagyon meggazdagodna. Ú, mennyi tehén van, figyelj, most hirtelen, hogy összeszámoltam, hogy 80 körül lehet. Mi? Ránézésre. Most mi van? 80? Hát körülbelül. Miért nem 73? Nem tudom, mert 80-at láttam. Hát most mit izgulsz? Hát most megkérdezünk. Úgy, de utállak. Mi megkérdezünk, hogy mennyi van. Hát most mennyi. Ne, jó, de hát a 80? Bár, a 80. Hát én szerintem a csirkék, meg csak hát látod, nincs sok csirke, tehát csak... De te olyan vagy, mint a Rayman, az esőember. Igen, már azért, mert ezek csak... Kiszorultak a gyufák, igen. Ez 285. És ez se adás, hanem csak itt saját a szerintem. Na minden nem érdekes, menjünk, gyere. De ha eltaláltad, és annyi van... De érzed a feelinget? Most... Milyen feelinget? Azt érzem, hogy te vagy kamuzol, mint a vízfolyás. Hát én ilyen embert még nem is láttam. Jó napot! Üdvözlöm! Tiszteltem, üdvözlöm Önöket! Lenne egy kérdésem. Körülbelül hány tehén van itt? Tehén 30. Így szoktuk itt tenni. Tehén 30 van. És a szarvasmarha ugye... Az 80 körülbelül. Durván. Bocsánat, ne arra úgy elsőj, bocsánat, arra úgy bejött. Nagyon vártam már itt a segítséget, hogy majd ideérkezzenek. Kíváncsi voltam, hogyan fognak megbirkózni a feladatokkal. Köszöntelek benneteket, és akkor most arról úgy hallottam, hogy valami segítenétek nekünk, hát itt azért jöttünk, igen. A munkában, ezen a tanyán. Hát ugye most már készülünk az esti fejéshez, fél ötkor majd kezdünk fejni, és addig... Kézzel fejünk? Nem, persze, kézzel jó a kézügyességet. Hát itt nekem, én tudom, én azért mondom, kéz nem. Ez meg lehetett próbálni még a tavalyi évben, hogy milyen a kézzel fejés vagy, de most már teljesen robotfej, úgyhogy... Robot? Robot. És ez már hol, merre lesz? Vagy itt valamerre vagy? Hol? Hát igen, az a piros berendezés ott az istáló alatt, az a robot. Aha, az egy robot? Majd megné- az egy robot. De egyébként milyen munkák vannak még? Mert hogy ugye tejjel foglalkoznak, mert ugye fej és akkor tej. Így van. És hogy hát az állatokat etetni kell, almolni kell, takarítani kell őket. És mióta van meg ez a tanya? Ez durván 20 éve. 20 éve. De ez láttam, puszta föld volt, mikor vettem, úgy jöttem ide. Igazából anno zuglói gyerek vagyok, tehát aztán nagy paraszt lett belőlem. Mi hoztak ide? A jó levegő? Hát majd aztán később Árpád-földről is onnan kerültem én ide Csömörre, de igazából nem, inkább az volt nekem mindig, hogy én nem bírtam volna úgy dolgozni, hogy most belejárok valahova 8-tól 4-ig. Tehát nekem a szabadság volt mindig is az, hogy kötetlenül, bár szerintem nagyobb rabszolga vagyok, mint bárki a világon, de a saját magam rabszolgája vagyok. De kint a szabadban itt azért ez azért más az a rabszolgaság. Hát én döntöm el, így van, hogy mikor dolgozok, ha véletlenül úgy van, hogy most mégis nincs kedvem, akkor egy kicsit el tudom tolni a munkát ide-oda, amoda. De a annyit nem lehet tolni. Meg kell csinálni. Tehát és akkor a kukoricát, a tápot, azt mindent, azt ti termeljétek is el magatokat? Így van. Hát sok munkás nem láttok, kevesen vagytok? Hát nincs, most jelenleg nincs is munkás. De az a vírus miatt van? Nem a vírus miatt van, az nagyon, mindig erdélyi munkásaim voltak, ezt elmondhatom, hogy Magyarországról sosem igazából volt melósom, de most már... Hazamentek. Igazából jobb világ lett ott is, hát meg most a legutóbb elég sokat itt volt a fiú, aki volt, aztán úgy valahogy kicsit betelt a pohár neki. Mm. Most keresnék másikat, de hát az remény. Itt a Norbi is jöttünk, itt vagyunk hát, mind a ketten. Itt minden. Egy traktoros parasz gyerek. Minden délután háromra lehet. Én vidéki gyerek vagyok, én nem szégyellem. Nem szégyeli. Én igen. De most mármint, hogy te vagy téged. De. Ja, hogy engem szégyelsz. Nem igaz. Jó van, egyébként... Nem, büszke vagyok rád. Na menjünk, szerintem ez csináljuk az első munkát. Ez nagyon jó, de hát ez a ruházat azért nem egészen megfelelő. Hát főleg az ünnepibe jött. Miért te meg melegítő ruhába az jó? Hát mibe jöjjek? Melegítő még jó, de ez a cipellők, ez valami szívesség. Hát főleg az a cipellő. Mi az a kis muk cipőd, de szórakozó? Hát ez már majdnem olyan, mint a főnöki, nézd már meg, csak tiszt. De tényleg, az utcán ilyen jársz.
ez tiszta. Jó, mondjuk megszoktam tőled. Na mindegy. Ez nekem az utcai. Az első menjünk. Most itt van, a listálóba kéne egy kis almot rakni aláig, beszalmázzuk almot. Az listálót. Na Sanyi, mutasd meg, hogy milyen legény gátom. Hol van a szalma? A szalma itt van, mert ebben a traktorral fogunk menni, kivállalkozik arra, hogy... Na majd én mert a Norbi, technikailag ő sajnos jó. Nagyon nem... A gyereket jó, nem engedem veled, mert gyorsan hajlasz. Norbi majd hányja a szalmát, míg mi hozunk aztán valami szénafélét is. Jó. És akkor itt látom, hogy van villa. Kézzel kell hányni. Van villa, így van. Villa nincs, kézzel kell hányni. Ó, de jó! Igen, és akkor most? Mit mondasz? Vigyázz a gyerekre! Milyen gyerekre? Na. Ne aggódj, a családi pótlékot megkapod! Gyújtsa! Hol van a kulcs? Ez. Ott, nem. Az. Ez. Nem kell, nem semmi. Na. Gáz neki. Még? Gáz kell hozzá, lefulladunk. Jó. Öreg már a motor. Oké. Emeljünk a rakodón, magad felé. Melyik az? Ott, az. Az. Úgy. Az úgy D1-ben jó, nem lesz elég nagyon gyors, ez az irányváltó. Ha előre nyomod, előre megy, hátra veszed, akkor hátra megy. Ott egyet előre a sebváltón, hátra a sárga karra, abból. Egyet, még egyet. Hármat. Úgy. Ez a sebesség. Tök jó az utam. Nem kell kuplunk. Tök jó. Igazából az irányváltás, hogy se kell kuplunk, de azért előfordul már öreg a motor, hogy lefugyadunk. Itt bekanyarodunk. Jaj, kettő. Jövünk még majd egy olyan fehér báláig. Megállt. Sanyi egyből kinyírta a traktort, inkább jöjjenek a vendégmunkások. Mi a fan? Nem tudom. Csak elfogyott az erő. Szerintem az üzemanyag is. A gázolaj kifogyott. Na, hát az nagyszerű. Hát ez mindig van ilyen. Szevasz Norbi! Mondjad! Figyelj már, itt vagyunk! Itt vagyunk a kerítésnél, tudod, amerről jöttünk? Igen. Hozzá már egy kis gázolajat! Ja, mehet le... Komolyan mondod! Leállt a traktor! És nem néztétek meg, hogy van-e benne üzemanyag? Hát nem, leállt a traktor! Leállt a traktor! Hát most mit tettünk? Na, jó, akkor viszek! Hozzá, okay. Hozzá gázolajat, de sokat viszek. Hozzál! Sokat viszek, jó? Jó? Oké! Okay. Na, várunk! Elintézi. Ad nehezen. De jó messze álltak ezek meg. Sértem az egészet. Vigyázz, mert nehéz. Na? De. Ezt tudjuk, hogy hova kell tölteni? Hát nem tudod. A helyére. Hát gondolom ide, nem? Mutasd meg nekik. Azzal töltjük? Igen. Ezzel is mutatod. Na jó, akkor de addig visszamegyek, jó? Mária, tedd ide akkor. De most már megvagytok nélkülem. Vaj, de ne tűröd belém a gázolajos kezedet, ja, mert büdös a gázolaj. Hát ne, ezért kellett nekem hozni kézből, mi? Na jó van. Szép mondhatom. Öntsük a gazolin. A helyettesítők új szolgáltatását látják. Házhoz, autóhoz vagy éppen traktorhoz viszik a gázolajat, benzint, ami épp kell. De hát ez azért még mara kevés ám bele. Hát hoztunk még. Nehéz beleönteni, mert vacak helyen van. Na egy. Na most tiszta gázolajat kezdem nézni. Ez van, ilyen. Öntöd? Vagy öntsem én? Na akkor fogd meg ezt, Andi. Kell egy roncs, hát szagod meg, milyen büdös. Ezért utálom a gázolajat. Miért fogja meg? Most napokig ilyen büdös lesz a kezed. Hát most mindjárt gurítjuk a szenástól, meg pláne olyan lesz a kezed, úgyhogy majd az elnyomja a gázolajat szagát. Akkor jó. Apád szerinted jobban trágyázik, mint én? Attól függ. Azt mondom, ez itt le fogja, vagy nem? Attól függ. De reggelente az is szokott, nem? Lehet.
Ki tudja. Na, mit szólsz hozzá? Jó levegő van itt, mi? Igen. Fellennek itt pár napot. Ebben már indul, nem? Bízunk. Ellen itt pár napot? De itt dolgozni kell, nem csak nem. Nyaralgatni. Mondom. Próbálok én jó, mert én értek hozzá. Várj, ezt a rúgyot ide adod nekem? Ennek lelke van. Már minden öreg gépnek lelke van. Csak még büdösebb lesz. Jó lesz. Nem kell lépteleníteni semmi, tehát ez nagyon jó. Hát, még szerencsére fölkapta. Na gyere! És majd arra a lefele tolod, és akkor lebillenti. Jó. Billented? Jó. Elég? Jó, persze. Igen? Nem, emeld inkább még vissza, és billented. Ja, ezzel. Nem? Arra fele tolod. Na, megvan? Ezzel. Aha. Úgy. Akkor majd, hogy csúszik lefele, jó, most el fölfele emeld. Hát akkor emeljem? Igen. Így tökéletes. Oké. Okay. Jó. Egyenesre akart, erre felém. Igen. Úgy, jó, mehetünk majd a következőért. Mehetek fel onnan. Mehetek, menjetek fel onnan, Dár. Na, várj, mert nem tolja ezt az egészet. Jó, de most ugye ezt, majd most valamit fogadni fog benne. Hát hány a szép, szerint, nem? Hát jó, de azt hogy kell csinálni, tehát az nem úgy van. Ha meg állítsak. Hát, szerintem állítsd, mert 3 perc aztán. Na, most akkor a feladat az, hogy ezt itten szét kell az egészben. Szét kell szedni, mi? Szét kell szedni, szépen le lehet róla tekerni a netszet. János, te tudod már, hogy kell megkeresni a végét. Na figyelj ide! Azt kéred csinálni, hogy szépen azt szedd le róla, Norbi. Jó, de azért mondom, nem menj messzire, mert itt a másik villa is, ott van, be tudsz állni. De nem kell beállni, de mert még egyet hozni kell. Nem baj, hát megbárnak, ne félj. Még gondoltad, hogy ez egyet nem, egyedül hát amíg hozzuk, addig tesz hány szét. Ez természetes. Na, akkor megvárom, milyen ügyesen leszeditek, na. Ez az. Gyerünk, ez az. Jól van, ügyesek vagytok. De ha ráhúzod, akkor nem fog jönni. Segít neked, Emese. Tudtok körbe vele. Na, hát tudod, milyen ügyesen csinálják? De először ezt össze kéne itt húzni, nem? Nem, keresztre rá kell tenni, azt mondták. Nem, ez most rá hetente egyszer almunk szombatonként, úgyhogy akkor lesz majd kipakolva. De nem kell összehúzni a Norbinak, amíg... Nem. Amíg nem kell a rőr, Norbi. Amíg hozzuk. Lesz itt még elég feladat, úgyhogy... Ne adjál nekem új munkát, de véletlenül nem adok én munkát, csak hát ott itt van egy gyere, csomó. Gyere, a gyerekek, nem tudok dolgozni, főtartod őket. Nem tartok én föl senkit, de... és sose tartok föl senkit. Ezt csinálom. Én mindig tudom, hogy kell csinálni, mindig. És meddig. Láttad, milyen profin beraktam? Most őszintén főnök. Na, azért profi voltam. Na jó. Mit, ha mindig ezt csináltam? Jó, én nem akarlak dicsérni. De nem is lehet. Na, tudod, te. Na, merre gurulunk kifelé. Feldöntjük. Kigurítjuk. Hova gurítjuk? Nézd meg. Már, döntjük fel. Még van. Még nincsen. Na, csak ennyi volt. Így feldöntjük, arra, jó, ki gurítani. Ezt ki kell gurítani? Ki kell gurítani, mint a szőnyeget. Aha. Jaj, szétjön magától. Jaj, de jó, nézd már meg. De király! De ez tényleg olyan, mint egy szőnyeg, Norbi, nézd meg milyen vastag. Ja. Emlékszel, régen ilyenen aludtál? Nem, az te voltál. Az ágyad ez volt, és pont ezt villába rakták alád. Ez volt a pakkanat. De nem emlékszel? Olyan rég volt, majd nem emlékszem, Sanyi. Jó. Na, kicsit engedtek akkor, hogy most ide dolgozunk. Na, és akkor nyilvátra. Most itt csak széjjel kell nyomni. A kutyára vigyázz a villával. Mi, az is itt van. Te is ott van a kis villa, hozhatod esetleg. Na, jó van. Ott van még, ott a mosó mellett. Hát ezt gondoltam, hogy felém jön az első. Hát, ha erre jössz. Gyere, kutyus.
Teljesen rosszul csinálod, így szét kell húzni. Most nem egy kicsit várjál. Gyere, segíts! Nehogy elvesz tőle! Ne, gyereket dolgoztatnál. Ki van nyitva a vége? Rabszolgatartó. Hát ott Norbi, nézd meg a gyereket, hogy látom, hát nem látom, szerinted. Serényen, mindjárt fejni kell. Hát ezek... Ez sokkal ügyesebb a gyerek, mint a Norbi. Ne félj, megszokja a gyerek már a munkát. Már erre jó ez a cipőni. Nem hát lesz én kényes, benne, mint amit te vagy. Gyere a sportcipőddel errefelé! Mi? Sanyi, nem lesz olyan kényes a gyerek, ha megnő, mint amilyen te vagy. Én nem vagyok kényes. Nem. A te cipőd, az a kényes. Öcsém! Álmom egy anya, állatok hada, számtalni fogok barán, hátán, tyúkok és lutak, örjöngő nyugat. Nehogy meglepetés érjen, benne landulj egy ilyenbe. Félre kell dobni a nagyobbakat, nem tudtad? De ne, itt hagytad, de nézd, mi ügyes a kisfiú, azt nézd már, hol tart. Nem nézek! Te meg sehol még. Ismerlek téged már. Nem mondom. Ne felé! Adom oda neked. Ja, de aranyos vagy. Ugye? Mondom én. Jó, akkor én is adom oda, jó? Adom oda. Figyelek. Hallod, jó kis marhatrágya. Tudod, milyen drága az ilyen? Nem tudom. És ritka dolog ám. De nézem, milyen ügyesen csinálj, mi meg. Hogy csinálom, nézd meg! Nézd már meg! Sanyi, mi van a szádba? Mi ez? Az előbb a kutya ott járt, onnan tépted le? És akkor mi van? Na, jó van. Nem értette a lényegét. Nem értette a vidéki lét lényegét, apukám. Ne haragudj, nem. Mit érdekel engem? Na, nagyszerű, hogy ebben megvagytok, akkor most lehet etetni a jószágokat. Úgyhogy most menjünk etetni. Ez a szép gyerünk. Nagy bálát itten. Izomerő, és arra szépen, ugyanúgy, mint a szalmát, itt kéne gurítani. Izomerő, akkor megint éljövök, mi? Még így kell tolni. Nem tolni, gurítani. Tehát ez szintén ugyanúgy, mint a szőnyeg, szépen le fog jönni. Úgy néha, hogyha kell segíteni neki, hogy jöjjön hát lefelé. Tiszta nedves. Tiszta nedves, persze. Szenás, úgy hívják. Aj, a szenás. Na gyere így, akkor, Norbi. Megyek. Csak úgy, hogy jöjjön is lefele belőle. Tehát nem az a lényeg, hogy elgurítjuk oda, hanem hogy mint a szőnyeg gurítsuk le. De ez miért nem jön szét úgy, mint az előző? Hát, mert ez össze van sülve. Ez jó fűszenás. Fűszenás, de nem hallom. De ettől majd jószagos lesz a kezed. Ez széna, nem? Ez igen, ez most úgy néz ki, hogy egész széna. Aha. Hát mit gondoltál? Jó, mehet, mert most úgy látom, hogy elég jól jön lefelé. Na, gyerünk, kapcsolj. Na, a kezemre dob. Hogy menjen, de segítsél a tolással. Na, most, gyerünk. Sanyi, de ott, ha segítettél volna megtolni. Most neki, meg kell húzni. Erre felé toljad meg, azt a felét. Nem tudom megtolni, meg kell húzni. Mert akkor kanyarodik. Ne, Norbi, azt told meg, én meg ezt toljam, és akkor kanyarodik. Na. Önni. Toljad. Na, megvan. Hadd kanyarodjon már. Na, hát megvan. Segítenem. Erő ellen erő, tudod. Azt kéne, csak ahhoz kéne egy ellenerő, mert én tolom mind az ezt. Nézd meg, egyedül csinálj te meg. Hát ezt kellett volna csinálnod. Ember vagy te. Én a gyerekek erőködnek, ők tolják, nem te. Gyerünk, tolni. Áttolni a rácson. Engedjetek oda. Elhúzom én. Engedjetek oda. Nem csinálja rendesség. Na végre. Na. A Sanyi meg a Norbit, hogy most van véleményt mondjak róluk, hát fegyelmezettség tekintetében hát nem voltak a csúcson. Igazából bóckodásból abban a csúcson vannak, azt el lehet mondani. Mert én idejöttem és megcsinálom, nem úgy, mint te. Jó, maradjon is el belőle valami. Van, menj, le szépen a szőnyeg, jön, hullik. Jó, de hogy hullik már, megint mit csinálsz? A végéig kell elfogyjon, az a lényeg. A végéig, ki kell számolni. Ez az. Matematika óra. Így van. Na alakul ez. Lehet, hogy mekkora jön le, mondom én. Sanyi, most segítsünk. Ne úgy mondd, Istenem, most segíts, és ja, így, akkor igen, jövök. Igen, jó. Várjál, megint nem jön. Aha, majd most. Ki kemény az ugat, eltöri a kapán. Miért pont itt foglalt, mondt Árpád apánk? Sanyi, nem kell dolgoznod, nem kell, Sanyi. Én nem erőtesd meg csak ott, nem kell. Ne erőtesd meg magad, Norbi. Na? Jó. Ezt is megcsináltam. Na, mehetünk. Szerintem ott is vagyunk, hogy beeresztetjük a teheneket. Devla,
vacsár meg. Pásztort át kéne akasztani ide a disznó mellé, úgy nem fog meg kézzel. Fogd meg kézzel. Megvárj innen te! Most tényleg meg akarsz engem rázatni? És akkor ide így fognak jönni? Így van. Gyere be ide, Nandi, gyere te is ide, légy szíves. Gyere már be ide. Ne nézzél már. Te így, te így drassolsz a tehéntől. Akasz bele. Te maradj ott. Na, fogd meg csak ezt. Fogd meg! Itt meg ezt a drótot el kell akasztani. Ott, mi? Fejek. Ha most te maradtál így, gyere, akkor innen ezt a drótot, ide ebbe a lugba, ide, ide, beakasztod. De ha elveszem, már jönnek. Na, ne budjál. Na. Jó van, átakasztom, és akkor most indul. Gyere át. Ja, de nekem, én nem maradhatok itt? Hát, akarsz, nem annyira fölökön? Jó. Hát maradhatsz nyugodtan. De teljesen, ja, te is vissza. De nézzük azért, nagy, nagy a tőgyük, oda nem ilyen nagy a tőgye. Kicsit nógatjuk őket, hogy menjenek, mert sok idegen gyertek van. Sok idegen van, és nem biztos, hogy nagyon na, szeretnek bejönni. Kajapia! Bocikáim, induljatok! Kajapia, gyerünk! Na menjen befele! Annak ott néz, ott megy, mekkora tőgye van. Annak is. Na menjetek már be! Nézd meg az, milyen divatos, milyen orkarikája van. Aha. Nandi, majd neked kéne egy ilyen orkarika, amikor nagyobb leszel. Apát vagy örüljön. Menjen, menjen, menjen! Gyerünk! Hop, 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 hop! Arra igazi menjél. Igazi kóboly vagy, Sanyi, egy igazi kóboly. Arra menjél! Tehén pásztor. Hopp, hogy bementek. Na, elintéztem ezt is. Nagyon ügyes vagy. Csincsi, rincsi, bubba, maro, ilyenkor csak beállnak, és a gép automatikusan rákapcsolódik. Így van, ők már látszik, hogy leállnak sorba egymás után, hogy a rangsor adja magát. Igen, de az hogy alakul ki? Tehát, hogy megvan, hogy ki a legerősebb? Így vagy? Van. Azt lerendezik maguk között. Tehát akkor ők tudják, hogy ki a góri, ki megy elsőnek. Így van. Hát van, amelyik szemfülensebb esetleg beoson, megelőzi az erősebbet, de aránylag van egy rangsor, hogy kik mennek elől, és kik maradnak a végén. De azért oda böknek egymásnak, hogyha úgy van. És az melyek, a türelmetlen, valaki mindig feszítő őket, valakit, tehát... De, az, de nem csak azért, mert feszíti őket, és már akarnak szabadon. Ez mindig így van, dehogy is. Ez mindig így van, a nők között mindig ez van. Dolgoztál olyan munkahelyen, ahol csak nők voltak? Ugyanezt csinálják. Sanyi, tényleg mit te dolgoztál? Csak... Gondolom, Sanyi, te is csak szerettél volna olyan helyen dolgozni, ahol csak nők vannak körülötted. Ez az, gyere, 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 gyere. Te vagy a legbátrabb, gyere, ide. Te vagy a legbátrabb, bizony, bizony, te vagy a legbátrabb. Ez egy teljesen modern gép, ugye? Ez egy teljesen modern, ez tavaly lett beüzemelve itt. De még nem sok gazdaság vagy sok gazdaság hát ez a harmadik gép volt Magyarországon, ami be lett ilyen üzemelve. Már legalábbis ebből a Leli fajtából tavaly nyáron ez a harmadik. Most már azóta egyre több kezd üzemelni az országban. És akkor ez teljesen ember nélkül? Ez teljesen ember nélkül. Mire reggel fölkelünk, addigra majd, hogy nem megvannak fejre. De ez fertőtlenít is, tehát... Ez hogy, mert menjünk, autó? Menjünk, benézzük meg belülről menjünk, a robotot. Meg. Hú, de te ezt van, érzed? Ez itt belülről a robotszoba. Aha. Innen látszik, itt van minden berendezése neki. Ez és hova kerül a tej? A tej a tejkonyhába, kerül egy hűtőbe. Azt, és akkor azt csővezetéken juttatja. És utána aha. Mit csináltak a tejjel? Hát leginkább értékesítjük, tehát... házhoz hordom zacskózva, illetve van piacra is viszek ki, illetve ami nem fogy el, folyó tejnek, azt feldolgozzuk. És kell valami súlyt, külön eljárás kilónak. Hozzá, vagy bármi, vagy ami bejön, hogy nyers tejen, az már ott lehűti, és annyi jó? Hát hűteni kell. Aha, és pasztőrözni? Pasztőrözni? Nem. Az aha, már nincs? Hűtsük. Hát a kisgazdaságban nem muszáj pasztőrözni. Nyilván úgy értékesítem, rá kell legyen írva, hogy forralás után fogyasztható, de ez nyers tej. És akkor ezt föl kell forralni egyébként a nyerset, vagy így is meg lehet inni? Hát így is meg lehet inni, de hivatalosan föl kell forralni. Nekem van menni, benne baktéri, aki meri vállalni, az megihatja. Így menni hát, fog a hasad, öcsém. Maximum. Zsivotoszi, ringis pil, ráde rama, ájramni. Lényegében akkor a körforgás az az, hogy ugye megtermékenyülnek az üszők, leellenek, akkor bekerülnek a robotba, akkor elkezdjük akkor lesz teje, így van. Akkor lesz teje, és így akkor van. Itt meg a bocik vannak. Itt meg a bocik, mikor kiteleltek bent az istállóba, akkor tavaszra kikerülnek ide, és itt most már majd most a másik kérdésem, egy ilyen gép, ez egy remek gép,
De hogy ez hány ember munkáját helyettesíti egy ilyen masina? Most tudjuk, hogy munkaerőt az borzasztó nehéz találni, pláne olyat, aki szeretne is dolgozni. Hát fejni meg pláne. Tehát igazából arról van szó, hogy most arra embert szerezzek, hogy fejjen. Hát az egyszerűen reménytelen. Én most így csatszolom, hogy ennyi tehén mellé legalább kettő ember. Hát kettő nem árt, hogyha volt, igen. Ha nagyon megszorultunk, egy is el tudott boldogulni. De az egész nap fejt. De nem fejtünk, nyilvánvalóan nem fejtünk 30 tehenet, csak majd, hogy nem maximum 20-25 körül volt, akik fejtünk annó. Mondom, tavaly jó, de évben. De akkor a géppel egyértelműen elkezdett fölfelé jönni most a tej. Így van, most növelhetem a létszámot, mert a robot az el tud fejni 50-60-at is. Egy része ugye nyilván üsző lesz, tehát nőstény, egy része meg bika. A bikákkal mit csinálsz? Azok is mennek a robotba. Az majd a Norbi viszi el. Igen, először lemosom én is. A bikák azok értékesítések kerülnek, általában a 300 kilós körül akkor érdemes eladni, meg akkor viszik el őket. Aztán vagy viszi a török, vagy nem viszi a török, ez ilyen nagyon változó, de az általában külföldre mennek. Uh-huh. Tehát, és akkor a külföld, külföldön eszik, mi? A külföld valahogy meg tudja fizetni azt az árat, amit mi magyarok nem vagyunk hajlandók megfizetni. És az üsző meg ugye akkor amelyik jó, az meg megy a gépben. Az üsző meg egyelőre kipróbálom, így van, hogy tejel, hogy válik be, ha nem válik be, akkor megy selejtbe az is. Nem selejtbe, hanem fazékba. A magyar marhahús amúgy is nagyon jó minőségű, érdemes azért időnként vásárolni, és ezzel segíthetjük a hazai gazdákat is, amire most nagyon nagy szükség van. Na gyertek, bocikák! Bubi, 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 bubi. Adjál neki két. Adom, de ezeknek hányhatod befele. Ja, jó. Azoknak is lehet. Ugye még egy kérdésem van, az, hogy miért csak ez a fajta marha van nálad? Tehát a szürke az miért nem jó, az olyan szép az. Egy túl nagy szarva van, és akkor nem fél meg a többi között, másik az húsra jó, de csak igazából én nekem gazdaságtalan. Hát azt fejni nem lehet, tehát az nem fejős, az annyit tejet nem fog adni, hogy az, tehát az de jó. De hát a szürke is valahogy szaporodik, nyilván az is ad. Az állatok, Sanyi. Nyilván, de az annyit ad, amennyi a bociának elején. Sanyi, éhesek az állatok, adjál mondjuk neki. Tényleg nem láttam még olyat. Norbi, te szürke marha tejet ittál már? Elég öreg vagy már. Nem. És te növényi tejet? Azt igen. Akkor jó van. Jó, így én is tudom, akkor várjál. Milyen segítő vagy te, Sanyi? Hogy helyettesít el a munkás? Amikor nyílik egy kis rés, akkor ott bedobod. Nagyon komoly csak. Mi nem dobjuk be ezt az egészet oda? Hát, meg lehet próbálni. De még szerintem ebben se boldog útok, pedig ez már csak a közepe erősen. Mi nehéz? Megint csak én ötletlek titeket, mi? Ez is ugye annó szára, vagy nedves bála volt, ez most már kiszáradt itten. Gyere, adjuk bár be! Mit? Hát nem dobjuk be az egész. Összeverekszenek, hát az önnyik, hogy szép szó. Ja, hogy verekszenek. Hogy mindenki tudjon enni. A nőstény nem verekszik. Ezek között van bika is. Hol van a bika? Melyik a bika? Gyere. Ez a melyiknek itt van az orrában. Húj, ez orralika. Ott az a kicsi, az bika, az biztosan. Különben, lehet, hogy Mutass nekem egy igazi bikát, egy olyat, ami tényleg mind a... Sanyi! De nem egy igazi bika! Nem érdekel. Nord bika! Mindjárt beleharap a karodba a tehén. Nem, olyat akarok látni, mint a torreádorok, amivel küzdenek. Olyan ott van? Hát most éppen olyanom nincsen. Ez jól áll neked, Norbi! Vigyázzatok! Gyertek ide, kockockock! Cocókáim! Vagy mit vagy szokti? Túl sok kaja, jó kaja, jó élnek ezek. Zörögjünk a vödörrel. Ja. Nézd már, jön. Figyelj, Norbi! Ez jó ötlet volt, oda néz. Zörgök a vödörrel, és oda néz, hogy futnak! Gyertek! Gyertek, az a gyertek, tökösök, gyertek, itt van, gyere, gyere, nézd meg egyet megfele. Egyet. Nádi, odaadjál nekik is olyat. Adjál nekik, de a kicsi, hogy tudja, van, nézd. Profi. Oda. Itt vannak a szarvak. Na, oda néz, öreg. Na azért azt hitted, hogy fejned kell tehenet, mi? Nem, neked kell, na gyere. Nem, megúsztuk a fejést. Te nem ústad meg, neked fejned kell. Azért mákunk van, én azért kicsit féltem. Te tudsz tehenet fejni? Nem, soha nem csináltam ilyet. Én tudok azt is. Ja, értem, megvártad, míg azt tudom, hogy én nem készen tudom. Kösz, jó, van, én tudok azt is, de egyébként tudod, milyen kecskét tudok fejni. De, abban jó vagyok. Ilyen ne legyél, ilyen hazudós, érted? De nem! Sose ne legyél ilyen. Sanyi mondja, hogy most ne legyek te meg azt mondod, hogy Sanyi, akkor most ki legyél? Ki az apád? Ki legyél? Hát megkérdezzük anyádat? Igen, ki az apád? Mindegy, mert anyád elmondja, hogy nem ez a lényeg. Egyszer kiderül. Mi? Igen, és te pedig ne aggódj, a családi pótlék úgyis hozzád jön. Na ez az, kösz. Na jó, gyerünk.
Most Sanyi az mit csinált, az nincs itt, mert most rájött a szapora valamit, nem tudom, megevett valami, megette a szénáját a tehének, vagy a tápját, nem tudom. Na most ezzel mit kell két bocit megitatunk, ezt a tej meg van már melegítve, ezt beütjük a cumiba. Ebben rakom bele, az egészet úgy, hogy van. Bele lehet az egészet. Aha. De meg van melegítve a tej? Meg van melegítve, mert 35 fokosan kikapja a boci. Aha. Különben beteg lesz tőle. Kicsit folyik. Így, és akkor... És akkor ezt erre felakasztom, ugye? Fel, így. Úgy de van. Már nagyon várják. Már nagyon. Ha gyertek. Hoppá, hopp, már rá is kapott. Másikat kéne marni, te meg a mondan gyere, de mindegy lesz most már akkor, ha minden álltok. Jó, hiszák. Úgy, láttál már ilyet, Nándi? Nézd meg. Hogy cumiznak, látom? Na hát szeretném megköszönni a munkátokat, nagyon nagy segítség voltatok, hogy itt az esti programba besegítettek, bármikor jöhettek, így 3 óra fele, most már tudjátok a munkát, úgyhogy adott a feladat és lehet segíteni, és na még egyszer megköszönöm, jó. Így áruljuk a tejet, le van zacskózva. Milyen tejet? Megnézhetem? Hát zacskós, feliratos, mindenféle felirat. Ez egy hím tej, látod? Ez nem bika tej. De, hát zacskós. Ha viszont látásra köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Köszönjük. Köszönöm én is, hogy itt voltatok. Hát egy élmény volt látni egyébként. De gazdagon van, az biztos. És hát. Ez az egy ló csinálta? Látod, most is én gerebézem. Hát eddig én csináltam, ne vicceljél már. Elég komoly dologról szeretnék veletek beszélni. Na. Ha a fiúk már úgyis hozzászoktak a vidéki élethez és munkához, ki is próbálhatják magukat a következő helyszínen. Marhák helyett jöjjenek a szárnyasok, de itt nem csak tyúkok és kacsák, hanem mindenféle egzotikus madár is arra vár, hogy Sanyiék a gondjaiba vegyék. Ó, ott már megy az etetés. Ohó! Na. Asztal! Ez mekkora ez? Mi van? Elég van. Van itt minden, látsz majd itt csodákat, meglátod. Mit hello! Hello, hello! Persze, hát ez egy ilyen salonon, persze. Tényleg? Aha, de ott már etetés van, tényleg. Látod. Hát elkezdtem, ha vártam, de hát nem. Hát, az élet az ilyen. Szia, hello, csá, hello! Oké, minden jó vagytok. Minden a legnagyobb rendben veletek, látom azért. Közös vagytok gyúrva, most egész jól látom. Ugye? Mert van, lesz. Ha már ígértétek, akkor lesz. Figyelj, be vagyunk zárva, nem lehet más csinálni, csak az. Gyerekek, itt aztán minden mehet. Nézd meg, milyen szép, az aranyfácán, ugye? Aranyfácán, igen. Oh. Milyen szép, mi? Nándi. Ja. Ez király. Várj, kérdezzem meg tőle, hogy került ide. Kérdezem, és Sanyi, mert úgyse itt szeretném. Jaj, tiéd volt a tele. Nem volt az enyém. Nem. Miatta lett az enyém ez a tele. Na, bocsi, ne haragudjál. Tényleg? De ti honnan ismeritek egymást? Hát mi nagyon régóta ismerjük. Hát még majdnem gyerek. Na, azért mindent árulja neki, mert a végén visszajön vele, tudod. Mivel lehet itt visszajönni? Hát, hogy régóta ismerik. Egy helyen lakjuk. Ebből volt már baj, jó, csak azért, mert... Nem, ez valóban úgy volt, hogy mondom, volt egy állatvásáron, Norvival közösen kimentünk madarat venni, és akkor találtam egy hirdetést, Malor mellett van. Régen madarasztunk együtt egy hirdetést. Vagy benyugodtan, hogy lóvásáron. Majd megmutatom, milyen madarakat lát. Többszörös világbajnok a papagájai, meg ilyen, mindjárt meglátod. Mindjárt látsz. A papagájai. Bizony, olyan csodákat látsz. Nézzük, ott van ott egy akkora nagy. Te ilyen madár? Csak madár? Hát minden univerzális vagyok, de általában madár a fő. Már éhes szegény. Emlékszem, hogy egyszer egy ilyen majdnem megharapott? Hát az a majdnem, az nagyon messze volt. Hát, vigyázz azért rá. Fölfelé inkább a kezedet tetted. Igen. Ő Godzi, az a becerő vagy Godzilla. Ő volt a háromszoros világbajnok annak idején. És miért remeg a láb? Ez most ideges, ez egy pontcselekvés. Persze, tudod, nem tudod szemedbe nézni a szemüveg miatt, aztán lehet, hogy azért. Na nézzek, itt is vannak ám, gyere, nézd meg. Látod, már rögtön máshogy áll hozzád. Szia! Miért vagy ilyen hangos? Hát mert éhes, te nem vagy te is, hogy hőzünk, mikor éhes vagy. Mindjárt hoznak valamit, jó? Mindjárt kapod az ennyit. Kapod az eszit. És ezt ki lehet, hogy nem repül el, meg ilyenek? Ne, hát azért nem tudom. Ha kiveszed, ez elrepül ez a madár? Hát nem lekockáztatok, mert elrepül egy tör, de visszajönne. Csak tudod, annak... Mi, szájában? A csőrébe, igen. De nem bír, meg bír kapni?
Add neki be. Látod? Én, ne felejtsd el. Ezt írd föl a kapu felfára. Jó, hagyjuk, hagyjegye. Mi menjünk, nézzük meg akkor a többieket. Nézzük körül, aztán... Nézd meg, Sanyi. Hát ezt tudom, hogy ilyen helyre jövünk, akkor hoztam volna a magyarok. Oda nézd ezt a két nagy szépet, ami bent fent áll. Oda nézd meg korát. Tehát ha bemegy az odúba sokszor, akkor tolni akar, ezt tudjuk. És hogy jött ez az egész, hogy te papagájokkal, meg pont, hogy ilyenekkel? Hát az ilyenek az később jött, ez már később jött, hát én 7 éves koromban kezdtem. Egész pici hullámosan ott van, a pici hullámosokkal kezdtem, azt kaptam 7 éves koromban a születésnapomra, de általában minden madarász ilyen hullámosan szokott kezdeni. És aztán utána jöttek a nagyobb. Hát az emberi tehetetlenség, mindig többet akartam, és hál' Istennek sikerült, összejött a dolog. Na, mindig többet, akkor ebből számomra az következik, hogy nagyobbat. De így van, na gyere, és megmutatom neked, hogy hol van még nagyobb. Na gyere, gyere, hazudj. Nem hazudik, csak ahogy látom, ez a madár nem papagáj, de nagynak nagy. Ha valaki nem ismerné fel, ők az emuk. Hát szevasztok, madarak. Hú, ezek mekkorák. Dinoszauruszok, mi? Hű, mekkorák. Majdnem. Te, ez úr. És ez honnan származik? Ez az ő hangja, dobol. Ilyenkor dobol, ez dobolásnak hívják. De mivel csinálja? Hát a torkában van egy ilyen bőrredő, és azt mondja. Figyeld már, hogy csinál a kiskutyám. Te is honnan származik az emu? EU, Ausztrál. Egy ausztrál futómadár. És egyre többen most van, nagyon sokan foglalkoznak vele, csinálják a tenyésztésüket. Te ezek tojnak is? Tojnak. És azt tudod használni a tojásukat? Hát van, aki eladja evésre, de én kell keltetem őket. Aha. Most is van egy kicsink. A kiskutyát most egy picit megzavarják. Igen, úgy néz ki. Ja, mert nem nagyon csípi. De figyelj, és hogy kérdezik, látom, hogy sok csirkétek is van minden, és a rókák azok nem jönnek be ide? Hát de sajnos igen. Hát egy évben volt olyan év, hogy... Nézd már, megrúgja. Gyere ki! Fridi! Nem nagyon szereti, hogy itt a kutya, de komoly. Hát zavarja őt. Fridi, gyere ki, baba! Gyere ki! Gyere! De hogy megszokta? Nem hiszem el. Figyú, és ezek mennyivel tudnak futni? Hát olyan 30-40 között. Figyeld már, hogy amikor táncol, ő a kakas. Végdíj a tojót végül is. Ez bekurblizta magát. De most az a jó ebben, hogy mert vörös a kutya, hasonlít a rókára, hogy a rókát is ugyanúgy elzavarja. És akkor a róka nem tudja elvinni a tojást. Aha. Hagyj kérdezz meg akkor, mi lenne most itt a melónk nekünk? Hát itt a legfontosabb meló, a trágyázás kellene, hogy aha, az induljon be, mert én elkezdtem ezt a fejtrágyázást, de hát aha, időm nem nagyon sok van. Na akkor menjünk, akkor csináljuk, kezdjük el, jó? Ezt a trágyát kéne kihordani ide a kis fáknak a tövére. Aha. A lótrágyát? Ezt itt a lótrágyát, van, igen. De ez nagyon értékes. Először is vizet kell neki adni. A trágyának, vagy a lónak? Nem, a lónak, mert már kiborítottam, mert már nagyon szomjas, mert egy kicsit késztetek, most mindegy, egy másfél órás készésben vagyunk. És honnan hozzam a vizet? Itt van a slag. Itt van a slag, ki kell csak nyitni, és ide betennie. Na, fogjad a slagot, én meg nyitom. Jó. Na, akkor most meglátjuk, hogy a pesti fiú hogy tudja kinyitni a vidéki csapot. Hát ezt tőle könnyen. Könnyen? De ez jeges kicsit, az kiöntsen belőle? Mi? Ugye, hogy mert ott egy téli csap, egy téli elzáró, mert még hogy éjjel fagy volt. Pisti, ezt kiöntsön belőle, ami benne van? Igen, azt légy szíves, önts ki. Mindjárt kicsit. Most kinyitod rendesen, és akkor már megy. Nyissad, adjál rá egy kicsit erőt. Mit adjak rá, hát hogy van ez? Mert le kell mosnom. Spriccel össze-vissza. Teljesen rosszul csinálod ezt. Nem baj, nem magyarázzál. Gyere, addig megmutatom Sanyi neked a talicskát, meg a lapát. Így van, nagyon helyes. Mindjárt ezt már ismerem. Ismered? Hát akkor nincs semmi gond. Ez miért van így leragadva? Mert kicsit fagyott még a teteje, de az már simán megy. Simán megy az már. Na mi van, fölött a harcolt? Nem lesz, úgy érzem. Hát ezt föl kell össze lazítani csákánnyal. Fölösleges, én nem szoktam. Nekem meg. Jó, és jó büdös. Tetejét kezd el. Hál' Istennek jó sok lett idén. Ez ősztől, ez októbertől idáig lett. Hát gazdagon van, az biztos. És ez az egy ló csinálta? Ez az egy ló. Bravo. Most azt mondják, hogy a lószalló... Akkor erkére ne vegyél lovat. Erkére ne vegyél lovat, Sanyi. Mert? Amíg szar van, munka is van, Sanyi. Ha így haladsz, mind a kettő sokáig lesz. Atya Isten, gyerekek, hát ez... Miért nem a gyerek csinálja? Hát szokta. Már hogy ő? Ja, hogy ő gyerek? Hát az ott fogja, nézd ott a talicskát, a gyereket erőtetni. Sose fog megtelni embereket.
Hát ha így dolgozol, akkor nem. És a talicskát majd hova vigyem? Azt oda kell, hát az nehéz lesz neked, de majd apa segít. Na, már van egy... Kupac. Két lapátni. Egy. Elég Norvi a víz, azt hiszem most már elég lezárok. Kezdtem reménykedni, hogy a lósz lesz elég, de nem. Oké. Okay. Dobja be neki egy szélet egy villával, oda mellé dobja egy villával, jó. És akkor nem is zavar itt benneteket, biztos, okay. Hogy nem megy oda, akkor enni fog. Hogy hívják a lovat? Charlie. Charlie. Kicsit most sovány szegény, mert volt neki egy kis gondja. Beteg volt. Kiszökött és megevett egy fél zsák árpát. Az miért csinálta? Bekólikázott a gyomba, hát bezabált. Várjál. És akkor azt mondta a doki, hogy inkább most csak szénát adjak neki, semmi mást egy ideig. Aha. De hát aztán a ló azoknak olyan, hogy nagyon hamar lefogy, de viszont, hogyha most jön a szezon, elkezd legelni, akkor pillanatok alatt föl is tud hízni. Szóval ez a szerencse a lovaknál. Hát a szénával is vigyázni kell, csak a szárazat egyenem. Ja, csak a szárazat, hogy ne legyen semmilyen vízes benne. Szóval mi a kólika? Hát a kólika az egy lóbetegség, az egy nagyon veszélyes lóbetegség. A belek. Nem olyan, mint a bazilika, Sanyi. Felfúvódik? Felfúvódik, igen. És akkor ilyenkor egy szondát leszoktak húzod, neki, tudni, kinyom, kivossák a gyomrát. Figyelj csak, mivel tehetem rá, hogy úgy alapáttal? Csak úgy kiöntítők. Kiöntítők, és akkor gereblével szétszedjük. Viszed vagy tolja mi? Viszem. Kézzel kell kifogni. Erre a zöld részre, gyere. Nándi, ide. Kézzel kell, persze. Ad ide azért a lapátot. Nem kell lapát. Persze. Ide öntheted, mert itt folytatódik, akkor tovább. Te már. Aha. Oda. Mindig undorítóskodsz. Várjál, segítek. Segít, apa. Fog meg a lapátot, légy szíves. Hozzak egy gereblét, és akkor szét tudjuk gereblét. Jó. Na, Boricska, gyere. Gyere. Segítek. Azt eved, úgy, igen, ez az. Várjál. Nagyon ügyesek vagytok. Jó. Te, el tudod képzelni magad? Skóvisszavigyom? Igen, most is itt vagyok. Mi? Most nem úgy hanem, hogy ilyen helyen élnéd, te szerencsés. Én tudod, mit én nagyon nézd körül is. Hogy tudnám, amikor szednéd a trágyát végig, te dolgoznál nekem. Nagyon bírnám. Úgy tudnám. De csak kérni. Ezért, hogy engem csicskáztassál. Igen. Mert itt csak akarsz csinálni semmit, látod, most is én gerebézem. Hát eddig én csináltam, ne vicceljél már. Jó van. Ó, nagyon jó megy ez már nektek, jó van. Ja. Meg vagyok elégedett, srácok. Szuper. Azért tegyétek le a szerszámot most egy kicsit, azt szeretnék veletek beszélni egy picit. Add ide, elrakom. Elmegyünk a hintához, leülünk. Már kirúgtak. Na most. Mit rontottál? Egyből ráveri a bal. Hát még nem is csináltunk semmit. Nándi, menjél játszani, jó? Jó. Majd szólok. Oké. Okay. Megküldöd, akkor majd dolgokról lesz. Nem tudom, de hát hagyj játszom, most miért itt a gyerekek, ki nem kell hallgatni semmi, ami nem rá tartozik. Felnőtt téma lesz? Nem tudom, hát honnan tudjam. Egy elég komoly dologról szeretnék veletek beszélni. Na. Tudjátok, fent van ez a helyzet, fent áll. Tudjátok, hogy hol dolgozom? Jelen esem. Hú, ez jó nehéz. Jó nehéz, mi? Hallod, ez van vagy 2 kilós. Aztán a répa. Azt is ekkorákra. Jó. Ilyenekre. Emeld fel, dugd be a bal kezed, hagyd csípje meg, és utána tedd be a kaját. Ja, bal kezed, hagyd csípje meg a kezemet, mi? Na? Gondoltad volna, hogy zöldet fogsz tépkedni egy kacsának? Nem, de azt hittem, hogy a nyulaknak fogom szedni, de... Nyulaknak is szedhetted. Én nagyon örülök, hogy látok, ha foglalkozunk, a sajnál már hozzászoktam ahhoz, hogy foglalkozom vele. Cuci. Gyere. Ezzel elmondanám neked, hogy szerintem nagyon segítünk az országon.